Ha pásztor lennél, vagy bőr, 2000 évvel ezelőtt élnél, vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél. Vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél. Ha pásztor lennél, vagy bőr, követnéd-e azt a csillagot, vagy mondjuk hinnél annak az angyalnak, aki meglátogatott. Mondd csak, hinnél annak az angyalnak, aki meglátogatott. Gyere el a jászolhoz még ma éjjel, találkoznod kell Isten szeme fényével, ne keress itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a világot. Hát gyere el a jászolhoz még ma éjjel, találkoznod kell Isten szeme fényével. A kalendárium szerint ma van az a nap, az óra ütése szerint pedig elérkezett az idő, hogy azt, akitől az időt számítjuk, megünnepeljük itt, ebben a mély bősárkányi templomunkban gyermeki, szülői, nagyszülői, testvéri jelenléttel. Hogy a szívünkben is elérkezette már az idő, az majd az elkövetkezendő órák, napok és a jövő esztendő mutatja meg. De az, akinek ünneplésére most emlékezünk, akinek a születését most megjelenítjük, talán nem is hagyományos, vagy nem csak hagyományos módon, az megmutatja nekünk az utat az időből, az időtlenségbe, az örökké valóságba, amelyet a rendelkezésünkre hátra levő időben még sok mindent meg kell tennünk, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Szolgáljanak ezek a percek arra, hogy számba vegyük eddigi időnket, talán a rendelkezésünkre még álló időt, a lehetőségeinket, a feladatainkat, és pontakoztassuk ki szívünkben azt a reményt, amelyet a betlemi kisterd, a mi Urunk Jézus Krisztus születése valóban jelentett a világnak.
válni, emberi maga megmondani a fényben Jézus Krisztus. Homály, sötétség, hiányzik a fény. Hiányzik a sötétség. Sötétségben élünk. Hiányzik nekünk a fény, szükségünk van a fényre. A sötétség azt jelenti félelem. Félelem a jövőtől. Félelem egy atomháborútól. Félelem a haláltól. Félelem a kitaszítottságtól. Félelem a következő dolgozattól. Félelem a kudarctól. Félelem az öregségtől. Hiányzik nekünk a fény, ami érzi a félelmet. Szükségünk van a fényre. Hol van a fény? A sötétség azt jelenti, céltalanság. Hol van az a cél, amiért érdemes élni? Mi az élet értelme? Elvesztettük az irányt. Ki adja nekünk a fényt? Szükségünk van a fényre. A sötétség bűnnel jár. A bűn fenyegeti az életünket. Nyugtalan órákat okoz. Álmatlan éjszakákat hoz. Bizonytalanná teszi életünket. Elveszi tőlünk az élet örömét. Szükségünk van a fényre. Tied ez a fény? A sötétség azt jelenti, magány. Senki sem találja a másikat. Ha az ember valakire mégis rátalál, az nem látja, mert sötétség van. A sötétség azt jelenti magán. Amikor a barátod magadra hagyott. Amikor szüleiddel, testvéreiddel viszályban vagy. Amikor senki sem szeret olyannak, amilyen vagy. Amikor önmagad előtti szégyenkeznek kell. Amikor egyszerűen semmi se sikerül. Az iskolában. A munkahelyen. A családban. Ti ismered, tiéd ez a fény? Szükségünk van a fényre. Tiéd ez a fény? Ami a félelmet előzi. Ami neked a célt megmutatja. Ami a bűnre rávilágít. Ami téged a magánytól megszabadít. Létezik ez a fény. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Nézzétek, egy fény! Ez nem létezik. Déli bálot látsz. Fény? Van fény a sötétségben? Hagyd békén a fény. Ki tudja, milyen következményekkel jár, ha a fényhez túl közel mész. Én oda megyek a fényhez. Te bolond vagy! Ez egy nagy hazugság! Fény, remény, reménykedhetek újra. Hagyd békén a fényt. Ki tudja, mi történik, hogyha a fényhez túl közel mész. Nézzétek, fény! Hívd barátaim! Ez igazi fény! Ég a gyermek! Ez szemfényvesztés. Meg lehet magyarázni. Beképzeled magadnak, hogy létezik egy fény, és most hiszel benne. Fény? Vajon számomra is létezik? Nekünk a sötétséggel kell együtt élnünk. Bele kell törölni is. Akarsz te is fényt? Hagyj engem! Én nem hagyom magam megtéveszteni. Nekem magamnak kell a saját fényemet megteremtenem. Ebben senki sem tud segíteni nekem. Akarsz te is fényt? Vajon én is megpróbálhatom? Ez az én lehetőségem. A fény valódi, az én gyertyám is ég. Akarsz én? Mehetünk együtt tovább. Hagyjatok engem, nekem ez túl bizonytalan. Ki tudja, milyen következményekkel jár. Nagyon sok fenntartásom van. Mégis próbáld meg, nézd, az én gyertyám is. Nem, nekem jó így a sötétségben. Menjünk el, Bilt! Menjünk el, Bilt!
halad vagyok, nincs testem, mégis jól esik itt átmelegednem. A mennyei fények áttörték az eget, mosolyából ontja a fény a meleget. A jászolhoz lépni, a bűnöket felismerni és elismerni, tehetetlenségünket bevallani, magunkat megadni a szeretetnek, aki minden előítélet nélkül csak szeret, és legnagyobb kívánsága, hogy boldoggá tegyen, üdvözítsen minket. Szeretnék megvigasztalni egy szomorkodót, bátorítani egy embert, meglátogatni egy beteget, vagy imádkozni valakiért. Életet gyertyája azért van, hogy égjen, hogy fény legyen nekem és mindenkinek. Ma itt vagy nekem üdvözítőm, aki sérült lelkemet megérinted, aki bűneimet meg akarod bocsátani. Ma nekem mondod, érted jöttem a földre, érted hoztam az árulást és a fájdalmat. Érted, mentem a keresztre a te üdvösségedért. Hogy az ő útjai
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezek a ti gyermekei. Lehet, hogy nem a legkisebbek, de a kicsik közül valók. Akik már tudják, hogy kell megszólítani az Istent hangosan. Azt pedig most tanulják, hogy hogyan kell megszólítani az Istent a szívükben. Lehet, hogy ezt együtt tanulják veletek. Segítsetek neki, segítsetek egymásnak, hogy az az Isten, akit harsányon tudunk 2000 év óta Jézus Krisztus nevén szólítani, az az Isten, aki nap mint nap néven szólít bennünket, az az Isten érthető és beszélő viszonyba kerüljön mindnyájunkkal. Mert mindig olyan világban élünk, amikor elkerülhetetlen volna az, hogy egy biztos hang vezessen bennünket, mégpedig az Övé. Ajánljuk ezt az ünnepet ennek a hangnak a megtalálására. Ennek a felütése volt ez a játék, amit elétek adtak a gyermekeitek, és ennek a folytatása következik otthon, talán egy égköve majd éjfélkor itt a templomban, és holnap után pedig egyet tízkor itt a templomban még tovább ünnepelünk. Talán ezek minden család számára az együtt töltött idő, a szorosan együtt töltött idő napjai, használjuk ki mindannyian, hogy a szeretetben megerősödjünk az előttünk álló feladatokhoz. És azért, amikor imádkozunk a ajándékok körül a karácsonyfánál, mert bizonyosan lesz ez is az is, ne feledkezzünk meg azokról, akiknek óvóhelyeken kell a karácsony tölteniük, vagy nincs hol tölteniük, vagy nincs kivel együtt tölteniük. Imádkozunk azokért, akik sehonnaiak lettek, pedig tavaly ilyenkor talán még valakiknek számítottak. Mi sem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, a jelen viszont a kezünkben van, mert mi Isten tenyerén. Boldog áldott ünnepeket, áldott karácsony mindnyájuknak, dicsértessék a Jézus.